Sziasztok fiúk, lányok! A mai videóban úgy gondoltam, hogy csinálok nektek egy ilyen 2019-es évért, nem is hogy értékelőt, hanem elmesélem, hogy nagyjából mik voltak az életünknek azok a bizonyos meghatározó momentumai 2019-ben. Volt benne sok jó dolog, és volt sok kevésbé jó dolog is, úgyhogy vágjunk is bele. A 2019-ünk nagyon nehezen indult, és a 2018 már nagyon nehezen zárult. Ennek az oka az volt, hogy volt egy nagyon kedves, jó akarunk, aki, vagyis hát van is, aki folyamatosan jelentgetett bennünket állami szerveknek, alaptalan vádakkal illettek meg bennünket, ami nagyon megnehezítette a mindennapjainkat. Ezt már zaklatásnak vettük, nagyon sokat sírtam miatta, mert olyan alaptalan dolgokkal rágalmaztak meg, ami abszolút nem volt jellemző ránk. Ezáltal ugye a nagyokat is le kellett szedni mindenféle közösségi fórumokról. Szóval nem akarok ebbe belemenni, nagyon-nagyon nehezen indult az év első fele. Nagyon sokat sírtam, nagyon feszültség volt itthon is, és nagyon nem tudtuk, hogy billentsük helyre azt az itthoni lelki egyensúlyt, amit alaptalanul ránk tett egy olyan ember, aki nem szeretném minősíteni, mert nem az a célom ezzel a videóval, de minden esetre elmentünk a rendőrségre is, és mondtam, hogy megteszünk minden kellő lépést azért, hogy ezt ott, ahol van, állítsák meg, mert ez katasztrofális volt. Aztán februárban Nini elérte a 6 hónapos kort, nekiálltunk a hozzátáplálásnak, én ilyen anyakonyha tündér kezdtem lenni, mindenféle ilyen ingyenségeket a sütőtöktől kezdve, a mindenféle ilyen kaja variációkat kipróbáltam neki, hogy egészségesen kezdje ezt az egész hozzátáplálást. Nem használtam babakonzervet, vagyis hát ezeket a babakajákat, mert néni nem ette meg, én meg úgy voltam vele, hogy akkor próbáljuk meg ezt mi magunk kivitelezni. Vettem egy tök szuper kis párolót, a mixer is, szóval a februárunk nagyjából a hozzátáplálás kezdete volt, mindenki nézte, hogy milyen ízre, hogy reagál, folyamatosan vártuk azt, hogy ő milyen ételre kis pocakja mit fog visszajelezni. Aztán készültünk a farsangra, Marshall Sky, meg Cheese Jelmez, meg hasonló, ebből állt a februárunk. Meg Azt én fogom fölvenni. Jó. Na, aztán a légy szíves, hadd mondjam ezt végig, nem. Meg kell javítani a bilincsemet. Na. Aztán a február 27-én elmentünk egyet wellnessezni Siófokra, ami szuper, szuper, hiper, szuper volt. Nagyon jó kis wellness szállodában voltunk, vagy wellness hotelben, tényleg nagyon jóra sikerült. Aztán valahogy mégsem éreztem azt, hogy minden a helyén van, és nekem nagyon-nagyon hiányzott ez a videózás, és próbáltam úgy billenteni, egyszerűen hiába próbáltam meg azt, hogy a babakocsikról videózni, ami amúgy nagyon jó, vagy a főzésről, egyszerűen én ezt nem éreztem olyan kiteljesedettnek, hogy ez annyira nem tudom megmutatni azt, ami bennem van, vagy amilyen vagyok, vagy amit szeretnék átadni nektek. És áprilisban elkezdtem újra, hogy valami úgy hiába megvan ugye családban mindenünk, megy a munka, egyszerűen nekem kell az a kis plusz, amit nekem a videózás nyújt, vagy ami, hogy egyszerűen próbáljak meg erre is koncentrálni, hogy lefoglaljon, hogy valami más leterítse az agyamat, vagy hogy is kell ezt az egészet mondani. Szóval nekem nagyon-nagyon hiányzott ez az egész, és áprilisban újra elkezdtem videózni, és azt mondtam, hogy nem érdekel, lesz rom, csináljon mindenki, amit akar. Én tudom az igazamat, én tudom, hogy... Mindig anya parancsol. Direkt mondtam neki, hogy nézzet egy kicsi mesét, csak maradjon addig csendben, még ezt a pár perces videót felveszem, de hát... Na... Szóval áprilisban újra elkezdtem videózni. Nagyon jól sikerült, és láttam, hogy nagyon örültetek annak, hogy itt vagyok, és én is nagyon örültem annak, hogy újra van valami motiváció, és csinálhatom, és mindig gondolkozok, hogy egy kicsit agyaljak azon, hogy mi lesz a következő, hogy tervezem. Egyszerűen én ezt szeretem, és úgy voltam vele, hogy nem hagyom, hogy eltapossanak, és akkor egy kicsit átvariáljuk, és sajnos
Nagyon sajnálom, hogy a nagyok nem lehetnek a videóba, de be kellett látni, hogy ezt muszáj csinálnom tovább, vagy valami olyan hobbit keresnem, amúgy sokkal jobban járnék. Ha mondjuk rá hobbiból futni mennék, vagy edzőterembe, de nem, nekem olyan hobbim van, hogy a hobbimmal is leülök a kamera elő, és mesélek nektek. Szóval igen. Aztán jött a húsvét, ahol a húsvéti nyúl a nagyszülőknek a kertjébe eldugtak, és ajándékokat, akkor ajándékokat kerestünk, és ez is egy tök jó... Majd jó. Milán, légy szíves, hadd mondjam végig, amit szeretnék. Anya, jó? Ugye, hogy a locsolkozásban a fiúk meg. Aztán húsvét után egy csomót kirándultunk, mászkáltunk össze-vissza, csak így ide-oda piknikezni. Sokat mentünk ki a Vágpartra biciklizni, babakocsizni, rengeteget babakocsiztunk. Aztán elmúlt a tavasz, és jött a nyár. Tudtuk, hogy építkezés vár ránk, és egy eléggé nehéz ősz fogja követni ezt a lakásújítás miatt. Úgyhogy július 2-án elmentünk Ildikó barátnőmmel Siófokra, ami egy szuperül alakult kis, hát nem vandázás, de ilyen barátnős. Hát ugye én itt vittem magammal már, hogy ő még ugye cicizett, meg most is cicizik. Szóval... hogy őt vittük magunkkal, de elmentünk hajókázni, meg csavarogtunk, meg minden ebből Insta-sztoriba láthattatok pár képet, sőt volt, aki írt, hogy látott is bennünket, úgyhogy ez egy nagyon jól sikerült buli volt, lett volna, de belecsöppentünk egy olyan verekedésbe, ami nem kellett volna, szóval egy étteremben voltunk, kint ültünk és vártuk a pizzánkat, amikor ilyen két banda elkezdett összeverekedni, és szó szerint úgy kaptam el a babakocsit, átraktam az asztal másik felére, mert annyira brutál véresbe ment ez az egész, és amikor a srác fölkelt, csak azt láttam, hogy egy vér az egész arca, meg hasonlók, úgyhogy egy kicsit talán ez maradt meg bennünk, hogy és kettő ilyen nagyobb verekedést is láttunk ott aznap éjjel, amit nagyon nem kellett volna, a másik ott egy srác püfölt egy csajszit, és na, az is borzalmas volt, úgyhogy ez az egész barátnős, siófokos dolog, egy kicsit ez ragadt meg bennünk, hogy kettő olyan verekedést láttunk, amit nagyon, nagyon nem akartunk. Aztán júliusban jött a mi kis családi nyaralásunk, amit évek óta vártunk, nagyon terveztük, baromi sokat spóroltunk rá, hogy elmehessünk ebbe a Kék Laguna apartmanba, ami nagyon jó helyen van Siófokon, egy tényleg olyan helyen, ahol a part közvetlenül ott van, meg hasonló, és ennek ellenére baromi rossz időnk volt, és egy csomó pénzünk ráment, és bár jól éreztük magunkat, mégis maradt egy ilyen űr, hogy... Szóval értitek, hogy nem lett úgy teljes, mert annyira rossz idő volt, hogy nem tudtuk élvezni az egész balcsit, hiába voltunk egy nagyon jó helyen. Aztán utána elmentünk Zalakarosra, ami egy SPA hotelben voltunk, ami egy tökéletes wellness. Tényleg azt mondhatom, hogy amikor úgy le akartuk zárni az egész nyarat azzal, hogy egy pozitív élménnyel, és tudtuk, hogy akkor most már utána jön Nini születésnapja, és utána pedig a lakás átalakításunk, ami nagyon nehéz lesz megoldani három gyerekkel, úgyhogy az egész lakás, hát nem úgy romokba, de hogy minden úgy kupis, meg hasonló, hát tudjátok, minden egy lakás átalakítás. Szóval úgy volt, hogy Hévízre megyünk, és akkor is rossz időt mondtak. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az egészet lefújjuk, és elmegyünk Zalakarosra, ami baromi jól sikerült, erről van is egy videóm, hogyha érdekel benneteket, akkor ott megtaláljátok lejjebb. Nagyon jól sikerült, szuper volt a kaja, szuper volt az egész hely, úgyhogy ezzel így a közös családi nyaralást lezártuk egy időre, mert hogy aztán voltunk még egyet, szóval gyakorlatilag háromszor voltunk wellnessezni, és egyszer nyaralni, úgyhogy azért nem panaszkodhatunk. Sőt, én még voltam a tesómmal is, meg Ildikóékkal is, vagyis Ildikóval, úgyhogy aztán augusztusban meg volt Nini első születésnapi partija, ami jól sikerült, szülinapokat meg névnapokat ebben nem fogok említeni, mert akkor csak erről beszélnék.
Aztán elkezdtük a lakásátalakítást, ami nagyon-nagyon nehéz volt, mert a nappaliba aludtunk 2 hétig, a férjem csinált egyedül mindent, én megpróbáltam úgy csinálni a dolgokat, hogy minél kevesebbet legyünk itthon, úgyhogy voltak a gyerekek anyukáméknál is többet voltak. Volt olyan nap, mikor egész nap csak gyalogoltam kint Ninivel a babakocsiba, hogy ne kelljen itthon lenni a porban. Aztán egy napot, pont ezen indokok véget, lementünk a húgommal meg Ninivel Tihanyba, amíg a nagyok nagyinál voltak. Lementünk, egy szuper helyen voltunk, de nagyon örültem, hogy a tesóm el tudott jönni velünk, mert különben halálra féltem volna magam, mert az egész egy ilyen kis hegyes, a víz mondjuk rá már elég hideg volt, mert ez már augusztus vége, augusztus 20-a, vagy még talán utána lévő hétvége volt, úgyhogy már annyit nem fürödtünk, de a füredi borkorzó volt, ami nagyon jó volt, tényleg grillsajtot ettünk, az maradt meg belőle, meg az, hogy marha sokat gyalogoltunk, és hát Tihany nekem nem hozta meg annyira azt a várt eredményt. Tény, hogy az apátság meg a környéke szép, de ugyannyira nem, este például egy lélek se volt már ott kint, úgyhogy na. Aztán augusztus végén elcsesztem a sérobáromat, akartunk egy kis hullámot bele, tönkretett az egészet, és letört a hajam, aztán utána szenvedtem, hogy nem akartam, hogy rövid legyen, így még egy jó hónapig ilyen töröttem volt a fejemen, de nem bírtam elviselni. Közben kitettem a szoptatós videómat, hogy elmeséljem nektek, hogy hogyan is zajlott ez nálunk, és én úgy gondolom, hogy egész évben próbáltam, nem csak itt videókban, hanem mindenhol a szoptatást egy kicsit népszerűsíteni, aminek az az oka, hogy egy csomó ismerősöm van mostanában, aki hogyha lát egy kismamát szoptatni, akkor így befogja a szemét, vagy elfordul, vagy, és ezért sok ismerősöm van olyan is, aki azt mondja, hogy nem, ezt nem fogunk szoptatni, mert nem akarjuk se a babát kellemetlen helyzetbe, sem magunkat, meg hasonlók, vagy aki azt mondja, hogy kösz, nekem ez nagyon ciki. És szerintem, hogyha minél többen mi videósok vagy egy pár olyan ember, aki többet posztol, aki egy pár embernek fel tudja hívni arra a figyelmét, hogy ez nem ciki, ez nem egy olyan dolog, amit szégyelned kell, ez tényleg, ne ez legyen az, amitől egy nőnek szégyenérzete van, mert ez baromira nem szégyelni való dolog, és az, hogy a gyermekedet a mellettből táplálod, az egy csoda, és nem ciki, hát tényleg. És egész évben ezt próbáltam felétek is, és nagyon sok ember felé is mutatni, és a videó kapcsán felkeresett még egy tök aranyos csajsz is, és akik ezekkel az anyateljes ékszerekkel foglalkoznak, nagyon reális áron, és mondta, hogy tetszett nekem neki a videóm, és szeretne nekem adni egy ilyen ékszert, ez most is rajtam, ha megmutatom nektek. Ebben az én anyatejem van benne. Ez egy ezüst medál, és Nathanielnek a haja, és bele van írva, hogy Nathaniel. Ide a videó alá beteszem majd linkbe, hogy ki a hölgy, és hol éritek el. Ezek olyan tényleg... Szóval... ő csinálja ezeket, rengeteg olyan ékszer van, amit csinál, és még csinált a férjemnek is egy ilyen kis autóba akaszthatós, hazavárlakos kis díszt, aminek nagyon-nagyon örültünk, és reális árba, szóval ezek olyan 9-10 ezer forint körül vannak, nem 30-40-50 körül, és egy olyan emlék, ami tényleg... Van, például nagyon sok ember elteszi nekem, meg van a nagypapámnak a karikagyűrűje, amiket úgy őrzünk, hogy úgy a szívünk mélyén, vagy egy imakönyvet, és ezt tudom, hogy ez egy olyan emlék lesz, amit én szeretnék odaadni majd a gyerekemnek, hogy igen, ez tényleg, ez itt van az anyatej, ez a te neved, a te kis hajacskád, szóval
Igen, hogyha esetleg érdekel benneteket is, akkor kattintsatok majd le a videó leírásába, meg majd teszek ki róla egy Insta story-t, megmutatom majd Insta story-ba nektek, amit a férjem kapott. Én el voltam tőle varázsolva, hogyha egy emléket kellene, hogy mi az, amit vagy ajándékot, amit kaptam az egész évben, biztos, hogy ezt mondanám, mert ez lesz az, amire 10-20-30 év múlva is azt fogom mondani, hogy ez igen, ez egy olyan ajándék, ami... Szóval igen, a szoptatás népszerűsítése az úgymond az egész éves, hát nem hogy célom, de egész évben valamilyen szinten igen célom volt. Aztán utána, légy színe, rúgdosd a függönyt. Aztán utána, rövid lett a hajam. Levágattam, belementem, úgy mentem vele, hogy tudtam, hogy nehéz lesz, azt is tudtam, hogy meg fogom bánni, és így is lett, meg is bántam. Alig várom, hogy megnőjön. Vannak napok, amikor úgy jobban elviselem, vannak, amikor abszolút nem, de tényleg az biztos, hogy életemben utoljára volt rövid a hajam. Nem lehet összekötni, nincs olyan, hogy zsíros, akkor egy kicsit többet teszem, azt viszlát, majd holnap megmosom. Ha zsíros, akkor baromi gázul nézek ki. Úgyhogy ez van, de... Most már lassan, még mindig gyerekek múltkor is azt néztem, hogy jó, akkor 5 hónap múlva 5 centi, akkor már ideig fog inni. Szóval, de minden esetre megtörtént itt egy ilyen imidzsváltás, ami egy kicsit olyan, nem tudom, értitek, egy kicsit úgy személyiséget is váltottam így ezáltal a hajam által, viszont úgy gondolom, hogy rossz irányba az egész évem, úgy rossz irányba váltotta az imidzsét, mert ez a rövid haj sem jött be, és ráadásul 10 kilót hisztam fél év alatt, több mint 10 kilót, amit most elkezdtem, most már mondtam a dokimnak is, hogy ez már tuti, hogy nem normális, úgyhogy elküldtek endokrinológushoz, 7-én kérhetek időpontot, azt mondták ma, úgyhogy ezt majd kivizsgáltatom, hogy nem esetleg valami pajzsmirigy alulműködés, vagy valami hasonló, ami véget ilyen hirtelen, mert azért nekem az a 65 kilóm szokott stagnálni, és most azért értem, hogy a szülés, meg a hormonok, meg még szoptatok, és... hasonló, de szerintem akkor is kicsit sok és kicsit gázos, úgyhogy ez nem túl jó dolog. Na, aztán utána kezdődött az advent, készülöttünk mi is a karácsonyra, aztán eljött a karácsony, ami egész idén tök jó zajlott, a tavalyihoz képest, ahogy végig stresszeltük az egészet, hogy mi lesz, és mi lesz az egész feljelentéseknek a kimenetele, és miért csinálja ezt valaki, hogy nem ártottunk senkinek, és mégis vannak olyan emberek, akik ennyire rossz indulatúak, én erre nem voltam felkészülve, úgyhogy szóval nem csinálok senkinek olyat, amivel saját magamnak nem lesz jobb, vagy amivel valakinek csak ártok, sőt nem egy embernek, hanem gyerekeknek, családoknak. Annyira nonsensnek tartottam az egészet, most is annak tartom, csak most már eljutottam odáig, hogy valamit teszünk ellene. Aztán utána, karácsony után jött a szilveszter, ami itthon voltunk, család, barátok jöttek át hozzánk, itt volt a tesó, még tudjátok, ilyen alap nyugger klub, hogy fél egykor már mindenki ment haza, és semmi olyan hűha, de buli, mint 10-15 évvel ezelőtt. Pesgőztünk, beszélgettünk, társasoztunk, játszottunk, így zártuk nagyjából az évet, és azt mondhatom, hogy a tavalyi év az egészségben nagyon jó volt, mert nem volt se aszmarohamom túl sok, se a kiütéseimmel se küzdöttem, úgyhogy semmelyik gyereknek nem volt komolyabb extra betegsége. Ilyen szinten én nagyon hálás vagyok, hogy ezt az évet így zárhatjuk. Vigyázz, lenne esközben felébredt Nathaniel is. Úgy gondoltam, hogy amíg alszik mindenki, addig felveszem ezt a videót. Eközben Milan felébredt már sokkal hamarabb, mint hogy elkezdtem volna. Na-na! A nini pedig most jött ki, úgyhogy el is búcsúzom.
Köszönöm szépen az elmúlt évet, nektek is köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy hozzátettetek ti is az életemhez, köszönöm a kommentjeiteket, hogy volt, amin tényleg el kellett gondolkoznom, hogy valakinek tényleg igaza van, aki más szemszögből kívülállóként nézi a mi családunkat, és köszönöm azt a sok bíztatás, pozitívat is, amit tőletek kaptam. Legyen szép napotok, és 2020-ra sok erőt, egészséget, kitartást kívánok mindenkinek, és magamnak is sikeres új évet! Sziasztok!